elsőnek mindig nagyon-nagyon nehéz lenni. Szerintem egy bármilyen hangversenyen vagy megmérettetésen, mert mégiscsak ad egyfajta felütést, egyfajta hangulatot az egész rendezvénynek. De mivel ugye a mi iskolánk a szervezője ennek az országos zeneiskolai fúvós és utóhangszeres tanárok versenyének, én már negyedik alkalommal, ezért gondoltam, hogy ki más lehetne az első, aki magára vállalja ezt a kellemetlen szerepet, mint én. Az egész rendezvényünk mottoja az, hogy ne rakjuk le a hangszert, illetve hogy bizonyítsuk be, hogy nem rakjuk le a hangszert. Mert hogy van egy ilyen csúnya mondás, hogy aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. És erre szerettünk volna rácáfolni, hogy egyrészt nem mindenki tudja tanítani, aki csinálja egyébként, másrészt pedig mi sem vagyunk zeneiskolai tanárok, ez a futottak még kategória. Hát legyen egy olyan rendezvény, ahova már csak a felkészülés miatt is előveszi az ember a hangszerét, hogyha kamaracsoporttal indul, akkor más zeneiskolák tanáraival akár közösen is gyakorolhat, és utána ide eljön hozzánk Dombóvárra, és bemutatja a tudását. Ez nem csak egy verseny, ez egy szakmai találkozó is egyben. Az elsődleges célja az, hogy lehetőséget teremtsünk, lehetőséget biztosítsunk az aktív zenetanároknak arra, hogy legyen célja, motivációja gyakorolni, mert ugye a tanítás mellett nagyon sok idő elmegy egyéb dolgokkal, viszont úgy érezzük, hogy ahhoz, hogy hitelesek legyünk, ahhoz nekünk is ki kell állni, és meg kell mutatni, hogy igen, mi is színpadra termettek vagyunk, és ezzel szeretnénk motiválni a kollégákat, magunkat, mindenkit, hogy ne tegyük le a hangszerünket, illetve hát a szakmai kapcsolattartás lenne a célja. Két helyszínen folyik, igen, itt nálunk a szóló kategória folyik, a művelődési központban pedig a kamarazenei kategóriába hallgathatnak bele. Nagyon-nagyon széles a paletta, tényleg az ország egész részéről jöttek úgy a zsűri is, mint a versenyzők. Szóló kategóriában 27 jelentkezőnk volt, kamarazenei kategóriában pedig 24 kamaracsoport, ami körülbelül 150 embert jelent, mert hogy a 27 mellett ugye ott van még a zongora kísérő, a kamarazenei produkcióknál meg van, hogy két fő van, hogy 10 fő, de van olyan duó, akit egy egész zenekar kísér, tehát körülbelül 150 embert mozgattunk meg csak a versenyzők közül az országban. Hát az életünk része a zene, és ugye nekünk az a kifejező eszközünk, most ott szerintem meg nagyon sok tanár eredetileg vagy zenekari pályára készült, hogy hivatásos zenész lesz zenekarban, vagy szóló pályára készült, tehát nem mindenki készült kifejezetten a tanári pályára, csak valami miatt így hozta a sors. Ez viszont lehetőséget ad nekik arra, vagy esetleg akik amúgy is tanárok szerettek volna lenni, egy kicsit megnézni a másik oldalt, hogy milyen, amikor mondjuk kiállok szólózni, vagy mondjuk ha nem merek egyedül, akkor kamaracsoportban megmutatom magamat. Nekünk ez szerintem a lételemünk. A rendezvénynek tetszik az ötlete, hogy összejöhetnek a tanárok és fújunk egyet közösen. Mi Balázsról nem úgy tekintettünk a versenyre, mint egy élethalálharc, szóval nem vére megy, hanem inkább egy közös kis örömzene. A produkció nekem tetszett, sajnos én vétettem benne egy hibát, remélem azt nem fogják leadni, de összességében örültem, hogy ezen dolgozhatunk és eljöhettünk ide, mert még nem is duett tesztünk együtt szerintem. Balázsom ugye volt tanárom, 2016-ig tanított engem Barcson a zeneiskolában, tehát ő adta lényegében ezt a hangszert a kezembe. Nem pontosan ez, de egy nagyon hasonlót, szóval örülök neki, hogy részes lehettem ennek a kis bulinak. Thank you.
Thank you.